Hello, sziasztok! Üdv mindenkinek! Ebben a videóban egy pár szót szeretnék szólni a bicskákról, magyar bicskákról, azon belül is a maskara bicskákról. Én azokat használom, ezekhez tudok egy pár szót szólni. Kezdjünk is hozzá! Felső egy szabadi féle grószi maskara, a alulsó pedig egy tarjányi féle kis macskara. Ezeket a bicskákat használom a leggyakrabban, ezekről fogok egy pár szót szólni most. Én nagyon szeretek kirándulni, sokat járok így ki az erdőbe, meg sokat szeretek faragni is, kanalakat faragok elég gyakran. És ezekhez a hobbiaimhoz én elég gyakran használok bicskát. Sokakkal ellentétben én úgy gondolom, hogy a bicska is egy tökéletesen megfelelő vágó-faragó eszköz. Nem csak a nagy fixpengés vasakat lehet itt ide kihozni és használni. A bicskák is nagyon jó választások. Ez a nagy maskarám, ezt kimondottan csak étkezéshez használom. Pont azért, mert hosszabb a pengéje, ezáltal nagyon jól lehet vele vastagabb dolgokat is szeletelni, kenyeret, kóbász, szalámit, bármit, amihez éppen az embernek kedve van, nagyon jól lehet vele falatozni. És ez egy szép mutatós darab, amit szívesen használok, szívesen veszek elő, amikor leülök falatozni. A másik, amit akartam mutatni, az pedig a kis maskara bicskám, ami igazándiból a mondandómnak a lényege is, hogy ezek a bicskák nagyon-nagyon el vannak hanyagolva, hogy úgy mondjam, hogy félre vannak ismerve. Egy ilyen kis bicskával eszméletlenül jól lehet farigcsálni. Aki többet farigcsál, azt tudja, hogy egy jó faragó késnek nem nagyon kell hosszú pengéjűnek lennie, sőt, inkább egy rövidebb penge, valamint egy vékonyabb penge, ami ideálissá teszi a faragó kést. És a skandináv élek, vagy pedig a teljes lapos élek, mint például ezeknek a bicskáknak a jellemzői, amik egy kést igazán jó faragó kését tesznek. Egy ilyen teljes lapos leélezésű kis bicskával, mint például ez is, ezt feltétlenül jól lehet farigcsálni. Nagyon jó a metsző képességük. Ezt a kis kanalat is a kanál kivételével teljes egészében ezzel a bicskával faragtam. Az elejétől a végéig. Mert én ezt szeretem, ehhez volt kedvem, ezt használtam. Csak meg kell tanulni, meg kell szokni, hogy ezeknek a bicskáknak mások a jellemzőik, mint például egy fix pengés késnek. Attól nem nagyon kell félni, hogy ezek közül valamelyik is rá fog csukódni az ujjadra. A többségüknek bitangerős a rugójuk, úgyhogy tényleg oda kell tenni magad, hogy be tud csukni. Halljátok, milyen szépen csapódik? Ez az erős rugónak a jele. Szóval, amint mondtam, attól nem nagyon kell félni, hogy egy ilyen bicska rá fog csukódni az ujjadra használat közben. Persze azért nem észnékül kell feszegetni. De ha az ember odafigyel, és megtanulja használni, egy ilyen bicskával is ugyanúgy lehet elkészíteni bármit, mint egy fix pengés késsel. Nagyjából ennyi lett volna a mondandóm a bicskákról, mire is jók, mire is lehet őket használni. És azoknak, akik pedig még mindig a fix pengéseket részesítik előnyben, erdőírtáshoz főleg, mutatnék két dolgot. És ez mind a kettő sokkal jobb favágáshoz, mint bármilyen fix pengés kés. Ennyi lett volna a mondandóm. Köszönöm, hogy néztetek, további szép napot mindenkinek. Sziasztok!